Ülésezett a Békés Csabai Közgyűlés, középpontba kerültek a közszolgáltatások. 7 próbás vetélkedő megtartották a katasztrófavédelmi ifjúsági verseny megyei fordulóját. Több mint 700 pohár várt kóstolásra, szerte az országból, de még a határon túlról is érkeztek minták a pálinka versenyre. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Pénteken brüsszeli döntésre hazánkban is elkezdődött a szisztematikus határellenőrzés. Az elfogadott jogszabály értelmében az Európai Unióba beutazó vagy az EU-t elhagyó minden uniós és nem uniós polgár adatait végig kell futtatni a Schengeni információs rendszeren és más releváns adatbázisokon, hogy az illető okmányai nem vesztek-e el vagy nem lopták el azokat. Az uniós tanáccsal kötött decemberi megállapodás értelmében a tagállamoknak azt is meg kell vizsgálniuk, hogy az utazó nem jelente veszélyt a tagországok biztonságára. A magyar-horvát, illetve a magyar-szerb határon minden be- és kiérkezőt ellenőriznek, de a magyar-román határon, például Békés megyében a gyulai határátkelőnél az országból kifelé igyekvő harmadik állambeli utazókat minden esetben, EU-s tagállamok állampolgárait viszont csak szúrópróbaszerűen kockázatelemzés után ellenőrzik a határintézeti szervek. Egyelőre nincs torlódás a magyar-román szakaszon Gyulánál, az ellenőrzések rövid időt vesznek igénybe. Békés megyében csökkent a határon átmenő forgalom az elmúlt időszakban. Hát valószínű, hogy ennek is betudható, hogy itt nincsen nagy torlódás, és volt egy tesztidőszak is nemrégiben. Ott megnézték, hogy mi is várható, majd hogyha elindul ugye a szisztematikus határellenőrzés, kiértékelték az adatokat, és az látható, hogy valamelyest ugye a határátlépés ideje az megnövekedett, de azt mondják a határrendészeti szervek, illetve a rendőrség munkatársai, hogy ez még abszolút kezelhető. Tehát az, hogy a szezonális időszakban itt majd kialakulnak-e hatalmas kocsisorok vagy torlódás, azt még egyelőre nem látjuk. De a nyári időszakban azért felkészültek rá. A lakosság véleményét is kikéri a város a buszmenetrendről, többek között erről is szó volt a közgyűlés soron következő ülésén. A képviselők arra kíváncsiak, milyen igényei lennének a tömegközlekedést használóknak, ugyanis újraformálhatják a helyi járatok menetrendjeit. Emellett vízügyekről, a darehről és a gyermekélelmezésről is tanácskoztak a városatyák. Amellett, hogy az aradi vízátvételről és a természeti értékek védetté nyilvánításáról vitáztak a képviselők a csütörtöki soros közgyűlésen, szó esett arról is, hogy családok letelepedésében segít a város önkormányzati tulajdonú építési telkekkel. A csapadékvízelvezető rendszer fejlesztésére is pályázik Békés Csaba, amint az elhangzott a projektben elvezető árkokat építenének, de a már meglévő hálózatot is rendbehoznák. Emellett több önkormányzati tulajdonú épület energetikai korszerűsítéséhez hívnának le uniós forrást, köztük van számos óvoda, a Trefort utcai kollégium, valamint 3 szociális intézmény. Változhat a helyi járatos buszok menetrendje. A közösségi közlekedés működtetésére vonatkozó szerződés a DAG ZRT-vel az év végén lejár, és mielőtt kiírja az új pályázatot, frissített a helyi igényeket is magába foglaló kiírást szeretne közzétenni az önkormányzat. Ehhez a békés csabaiak segítségét is várják, éppen ezért lakossági fórumot tartanak április 12-én 17 órától a Városháza dísztermében, ahol a lakosság hozzászólásait, javaslatait várják a tömegközlekedésről. Az ülésen szó esett arról, hogy továbbra is lakosság számarányos szavazást szeretne elérni Békés Csaba a darekben, ám erre jelenleg csekély esély van. Határoztak továbbá arról, hogy ezután is költségvetési szervként működik a gyermekélelmezési intézmény, így tudják ugyanis biztosítani a legnagyobb költséghatékonyságot. Az ülésről készült teljes adásunkat megismételjük április 8-án és április 11-én 10 órától a 7.tv. A behér.hu per közgyűlés weboldalon pedig megtalálják részletes írásos tudósításunkat. A közgyűléssel kapcsolatos meglátásait osztotta meg a polgármester. Szarvas Péter kiemelte, hogy bár az aradi vízátvételhez kötődő beruházással kapcsolatosan problémák merültek fel, mégis az a legfontosabb, hogy a békés csabaiak jó minőségű ivóvizet kapjanak. A grémium 5 közösségi szolgáltatás ügyét is tárgyalta. Az aradi ivóvízátvétel mellett napirendre került a közösségi közlekedés, a gyermekétkeztetés és a hulladékszállítás is. Tavaly évben 140 millió forintot adott a város a saját cégünknek a hulladékgyűjtésért, mert a díjak, amit veszettek lakosságtól, nem fedezték a költségeket. A darekhez való csatlakozás azt is eredményezhető, hogy egy fél évben nem kerül majd a jövőben, tehát ezt mindenképpen vizsgálni kell.
A közgyűlés döntött arról, hogy 7 Békés Csabai óvoda energetikai felújításához pályázik 740 millió forint támogatásra, valamint ugyancsak Topos 140 millió forintos kollégium felújításra és 3 idősek otthonának a fejlesztésére is. Itt tudni kell ennél a topos pályázatoknál, hogy itt nem másokkal versenyzünk, hanem önmagunkkal a forrásokért, de azért természetesen jó pályázatot kell benyújtani, de eddig minden benyújtott pályázatunk nyert, én úgy gondolom, hogy ezután se lesz másképpen, és akkor az óvodák, az idősek otthonánál, kollégiumi épületekben is jelentős felújítás lesz. 9 utcában pályázati forrásból építenek ki a város csapadék elvezető csatornákat, valamint a Betlen utcán zárt csapadékvíz elvezető rendszert alakítanának ki. Főként a közszolgáltatásokat érintő ügyekről határoztak a képviselők a csütörtöki közgyűlésen, hangsúlyozta a Fidesz frakció vezetője a közgyűlés másnapján. Dr. Ferenczi Attila és Bíró Csaba képviselő kitértek több pályázat benyújtására, ugyanakkor a gyermekélelmezésről is szót ejtettek. A közgyűlésen meghozott határozatokat értékelte a Fidesz. Darek, állam és gázbeszerzés, vízügyek, ezek a témák is asztalra kerültek az április 6-ai soros, illetve az egy héttel korábbi március 3-ai soron kívüli közgyűlésen. A frakció vezetője arra emlékeztetett, néhány esetben még visszatérnek a közgyűléseken a témákra. Felhívta ugyanakkor arra a figyelmet, hogy a közösségi közlekedésre megkötött szerződés az év végén lejár, emiatt újra kell gondolni a buszmenetrendet, hogy ez a pályázati felhívásban már pontosan meg legyen határozva. Budapesti cég egy nagyon-nagyon korrekt anyagot elkészített, több változatot vetített fel arra, hogy csökkentsük, maradjon, vagy milyen formában ésszerűsítsük, bővítsük ezt a szolgáltatást, és ebben várnánk a lakosság véleményét, egyetértését, járatok összekapcsolása, nem elvonása, összekapcsolása, körjáratok kialakítása, lencsési, amin a összekötése kórházhoz és egyéb ilyen témában. Az is elhangzott, hogy az önkormányzat több új projektre pályázik, így a város környezet infrastruktúra fejlesztésére és önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére. De a gyermekélelmezési intézmény lehetséges átalakításáról is szó volt az ülésen. Nem csak eszköz, hanem munkajogi problémákat, kérdéseket is felvetett az anyag, illetve tárgyaltuk. Másodszorban pedig, hogy hogyan alakulnának a térítési díjak, hiszen arra törekszünk mindig, hogy a családoknak ne kelljen extra terheket, vagy olyan terheket viselniük, ami nem teljesen indokolt. A közgyűlés végül arról határozott, hogy a gyermekélelmezési intézmény működésében nem változik semmi, ám a frakció vezetője nem zárta ki, hogy később még visszatérnek a kérdésre. Az Alföld Víz ZRT tájékoztatóját a közösségi közlekedést és a szociális térítési díjak korábban elfogadott emelését vette górcső alá Miklós Attila az MSZP közgyűlés utáni tájékoztatóján. Békés Csaba a legutóbbi soros testületi ülésén beszámolt az Alföld Víz ZRT. A közgyűlésen elhangzott az is, hogy a cég évek óta veszteségesen működik. Az előrejelzések szerint az idei évben, ezt a vezérigazgató úr is megerősítette, 800 millió forintos hiányt tervez a cég. Egyelőre ez a napi működésben gondot idén nem fog jelenteni, de az jól látszik, hogy ekkora hiányt hosszú távon görgetni maga előtt még egy ekkora cégnek sem lehet, mint az Alföld Víz ZRT. A képviselő szerint a hiányt az adóterhek, az új feladatok és a rezsicsökkentés hatásai okozzák. Békés Csaba tulajdonos az Alföld Víz ZRT-ben. Miklós Attila azt mondta, a város tulajdon részét el kellene adni az államnak, így talán elérhető lenne, hogy az állam plusz hozzájárulást adjon. Beszélt a közösségi közlekedésről is, amelynek ügyét illetően nem született döntés, de 4 verziót is tárgyaltak. Mind a 4 plusz futás teljesítményt tartalmaz, ez azt jelenti, hogy többe fog kerülni az önkormányzatnak a buszközlekedés finanszírozása, viszont én meg azt gondolom, hogy a jó színvonalú szolgáltatás az, amit igénybe tudnak venni az utasok, és ezt pedig meg kell fizetni. Úgyhogy én azt remélem, hogy egyelőre a DAC partner lesz abban a menetrend módosításban, amelyet a szakértői anyag alapján fogunk majd végrehajtani. A szociális térítési díjak áprilistól történt növekedését illetően a képviselő azt mondta, az ellátottak nem voltak felkészülve ekkora emelése. Ismeretei szerint többen le is mondták az eddig igénybe vett szolgáltatást, például az otthonápolást, ebédkihordást. Miklós Attila kérte a szociális osztályt, hogy erre mielőbb próbáljanak megoldást találni.
Gátépítés homokzsákokból, tájékozódás füstsátorban, vagy éppen szivattyúk üzembe helyezése, ilyen és ehhez hasonló feladatokat kellett megoldani a csapatoknak a katasztrófavédelmi ifjúsági verseny megyei fordulóján. A versenyen 6 általános, illetve 6 középiskolás csapat szerepelt. Összesen 7 próbát kellett kiállniuk a versenyzőknek. A felmenő rendszerű megmérettetés célja, hogy a fiatalok minél szélesebb köre játékos formában ismerkedjen meg a katasztrófavédelem munkájával. Alapvető ismereteket szerezzenek a veszély és katasztrófa helyzetben történő megelőzési, védekezési és helyreállítási feladatokról. A 2 kategória első helyezett csapata a budapesti országos versenyen képviselheti majd megyénket. Csupán egy sorszám érkezik a pohárral, az érzékszervekre hagyatkozva kell ítéletet mondani a gyümölcspárlatok felett. Idén még nehezebb dolga volt a pálinka verseny zsűriének, hiszen az ország minden részéből, de még a határon túlról is neveztek be mintákat a pálinka főzőmesterek. Az eredményeket április utolsó hétvégén a Gyulai Pálinka Fesztiválon hirdetik ki. Már az illat is más-más karakterről árulkodik az egyes pálinkáknál, de ez csak az egyik szempont, amit figyelembe vettek az ítészek az értékelésnél. Egy szakmai bíráló az egész más szempontokat is figyelembe vesz, mert egy hétköznapi fogyasztó azt mondja, hogy ez jó vagy nem jó. A szakmai bíráló pedig meg tudja mondani, hogy ha ne adj Isten nem jó, akkor milyen hibája van. A technológiából ered valami technológiai rendellenesség, vagy nem kellőképpen érlelt, vagy nem jó gyümölcsből készült, az erjedés félre sikerült, számtalan oka lehet, amit egy szakember meg tud állapítani. A pálinkákat 4 tulajdonság alapján, tisztaságuk, karakterük, ízük és harmóniájuk alapján pontozták. Mindegyik tulajdonságra legfeljebb 5 pontot adhattak, legfeljebb tehát 20 pontot kaphatott egy minta, de 18 ponttól már aranyminősítés jár. Nekünk ez a mérce, mi hiába gondoljuk azt, hogy jót főztünk, ízletes, nyilván a vásárló fogja majd eldönteni, hogy tényleg finom-e, hiába mondjuk mi, hogy finom, hogyha nem fogy a pálinka, és ezek a megmérettetések meg tökéletes visszaigazolások a mi szemléletünknek, ugyanis nagyon jó zsűrizés alapján nekünk is egy jó visszacsatolás az, hogy jót főztünk, vagy hogyha nem olyan érmet érdemelt a pálinka, akkor javítani kell rajta. Tavalyhoz képest 2-szer annyi, összesen 715 minta érkezett a versenyre. Volt, aki csak egy termékkel, de volt olyan is, aki 20 különböző pálinkát indított a megmérettetésen. A szervező szerint komoly szakmai sikert jelent az itt megszerzett minősítés. A szakma nagyon komoly figyelemmel kíséri ezt a verseny meghirdetését, annál is inkább, mert ugye a bér- és magánfőzőknek hirdettük meg a tavében, idejében viszont kibővítettük a kereskedelmi főzdék felé is. Hát látszik az érdeklődés, 17 kereskedelmi főzde nevezett már, és azt hiszem, hogy ez nekünk egy igazi siker. A szakemberek szerint komoly fejlődésen ment keresztül a pálinka, amelynek minősége ma már vetekszik a Skót viszkivel vagy a francia brandivel. Már csak az a feladata a szakmának, hogy akár az ilyen versenyekkel is minél szélesebb körben ismertté tegye a Hungarikumnak számító terméket külföldön is. Nem bízták a véletlenre az április 8-ai bemutatót a fővárosi nagycirkuszban. A Jégcirkusz című műsorhoz előállított jeget a Magyar Jégkorong Szövetség tagjai tesztelték egy rögtönzött jégkorong mérkőzés keretében. Tökéletesnek minősítették a jeget a Magyar Jégkorong Szövetség válogatott játékosai a fővárosi nagycirkusz manézsában egy rövid hoki meccs után. Kapnak meghívást a hokisok, biztos, hogy alkalmaként, ha nem is minden este, de el tudnak jönni, és akár egy ilyen bemutatót, amit most rögtönöztek a válogatott játékosok, ezt ők szívesen bevállalják. Lehet egy játékot is csinálni, akár a nézőket is beívni a jégre, kapuralövést, fölpróbálni a hoki felszerelésekeket. Én azt gondolom, mi szoktunk ilyeneket csinálni a jégkorong meccsek szünetében, ugyanezt meg lehet itt is próbálni a szünet időben 2 artista szám között. A külföldi vendégművészek mellett a csúszós arénában porondra lép 4 hazai ifjú talentum is, az idei cirkuszművészet ifjú csillagadíj nyertese, Dittmar Lajdó, aki nagycirkuszi szereplése után a Cirque du Soleil művészeként folytatja karrierjét, s a budapesti porondon partnernőjével, Vellai Krisztinával egy különleges levegőzsonglőr számot mutat be. Egyre többen jönnek, mint ahogy előző műsor is néztem, és 3/4 ház volt, szinte majdnem minden nap, úgyhogy jól megy, és azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen hosszú távon ez kifizetődő lesz, és főleg az, hogy ilyen különleges műsorok lesznek, mint a most jégen van, ugye tavaly vízen volt. A fővárosi nagycirkusz küldetésének tartja, hogy minden műsorában lehetőséget biztosítson magyar művészeknek, hogy bemutatkozhassanak a budapesti porondon.
Szinte minden alkalommal, amikor valami újat kezdünk, akkor megnézzük, hogy annak a területnek ki van a környékén. Amikor történetmesélő cirkuszt csináltunk, akkor szinte természetes volt, hogy a színházból, a bábművészetből, a rokonművészeti ágakból hívtunk partnereket. A Jégcirkusz című klasszikus cirkuszműsor egy szemkápráztató show műsort ígér, amely látványvilágával minden nézőből izgatott kisgyermeket varázsol, akit magával ragad a mozgás, a cirkuszművészet és a tánc csodálatos világa. Ez volt már a híradó. További híreinket és videóinkat a behír.hu internetes oldalon találják meg. Köszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!